Sziasztok, mi vagyunk a Tomik. Két Tomi bünted. Igen. És ebben a videóban megmutatjuk nektek, hogy milyen ez a kosztarikai kiruccanásunk, hogy hogy jutottunk ide, hogy miért jöttünk ide, és hogy milyen volt az első 2-3 napunk Haco városában, és hogy hogy késtük le a gépet. Úgyhogy talán mindenről beszámoltam, nem? Mindenről. Maradjatok velünk, ha érdekel a videó. Peace. Let's get down for the summer. Chilling all night, kicking it back, yeah, it feels so right. De szóval úgy nézett ki a mai napunk, hogy elindultunk. András küldt minket a reptére. Nagyon jó volt, és Bécsből repültünk volna Frankfurtba, ami megtörtént, de egy órás késéssel. Így lekéstük a gépet Kosztarikába. Három perc ilyen. Így költöttünk ki Frankfurtba, és most elnyomtunk itt egy erdei túrát, kajáztunk és edzettünk. Igen, nem hagytuk ki az edzést este, 10 órakor se, 4-11-kor. Egy kicsit nyomtuk, muszáj formát összehozni, még nem vagyunk elkésve, van 3 napunk. Ha aggódhatok volna, megérkeztünk Kosztarikába. Nem szor a háttér amúgy, nem? Ez nem Photoshop. Na, itt egy pár képkockába megmutatom nektek, hogy milyen volt az első szállásunk. Olyan, mint amilyen az ára is volt, olcsó, de a célnak teljesen megfelelt, úgyhogy minket boldoggá tett. Ez olyan, mint a gonosz halottak kettő amúgy. A keselyük mindenhol, a kisgyerekek azt teszik, a dögöt meg a szemetet. Döglött macskák vannak, döglött kutyák. Kisgyerekek azt teszik, ami már bomlik keményen. Csinálok egy videót Kosztarikáról, arról, hogy megérje kijönni, mennyibe kerül kijönni, milyen itt az élet, meg ilyesmi. Meg csinálok egy videót azért, amiért jöttünk, ami kicsit félig, meddig munkaügy, de hát mivel a munkám a hobbim, ezért annyira durván nem, de mégis szakmai dolog lesz, egy 10 napos szakmai tábor, ahol közösen tetoválhatunk mindenféle külföldi nagy nevekkel, meg hasonlók, úgyhogy nagyon várom ezt az egészet, és van medence is. De mondjuk ez annyira nem az a medence, amiben annyira szívesen megfürödnék. Bár aztán lehet, hogy jó. Na mindegy. Most itt vagyunk Hakóban, remélem tudunk szörfözni. Ez lesz a program, most az első 2 nap az szörfözés lesz, túrázás, felfedezzük a környéket. Aztán pedig behatulunk a dzsungel legmélyére, hogy kiderítsük az igazságokat. Ő lesz az új legjobb barátunk. Ez egy hangya királynő? Aha. Szivac? Igen. Jézusom, megfarabb az meg. Levélvágó hangya. De a királynő miért mászkál szabadon? Azért, mert elrepül random, és ugye megtalálják más bolyok, akkor elkapják a bolynak a tagjai, lerágják a szárnyát, és beviszik a bolyba szaporodni. Lerágják a szárnyát? Ja. Na, szóval ő Tomi. És egy kétlábon járó biológia könyv. Sziasztok. És itt vagyunk Kosztarikában, és most mutatjuk a partot. Elég gyenge. Szar. Veszélyes alien gyümölcsök nőnek a fán. Igen, és ha minden jól megy, akkor itt fogunk most szörfözni majd nem sokára. Meg amúgy ez kibaszott szép. Szóval, ja, Kosztarika menő. See you, bro, thank you. Na megvan a szörfözés, az első kókuszt élvezzük éppen itt most már itt a tengerparton. Cheers! Hát ez kibaszott finom. Szétadom. Hakóba mindenképp gyertek el. Legkomolyabb bácsi, a kis havainkbe idejött és kókuszt nyomott a kezünkbe. 5000 koloneszért. Jó tudni, hogy van még olyan ország, ahol szarabb a pénz, mint otthon. Azaz szarabb a kosztarikai pénz, mint a magyar forint. Nem sok ilyen van. Tényleg nem. Vettem még gatyát egy idegennek. Mit szólsz ehhez, bazd meg? Hős vagy. Kaptunk cserébe egy rakás... Kaptunk cserébe egy... Levél szöcskét. Egy rakas szöcskét virággal. Szerintem megérte. Give me a high five. Thank you. Peace. És közben Hakóban béreltünk egy kis robogót magunknak, és meglátogattuk a közeli látványosságot, ami a Crocodile Bridge volt, ez a Krokodil híd. Ebből egyébként nem csak ez az egy darab van Kosztarikában, hanem azért, ahogy utána jártunk jócskán, van ebből több is. Úgyhogy ha erre jártok, akkor mindenképpen érdemes megnézni a krokodilokat, tudtok venni krokodilfogakból készült nyaklátszokat, meg karkötőket, meg tudjátok etetni a krokodilokat, akik egyébként szabadon élnek itt, de gondolom ide szoktatták őket az etetéssel, de nem csinálna semmit, egész nap csak chillesznek. Szerintem
szerencsétek van, akkor egy étteremben ti is kifoghattok egy ilyen jófej srácot. Ezekkel az étteremekkel az a baj, hogy az étel az annyira nem jó, mint mennyire a zenészolgáltatás. Aztán másnap kora hajnalban folytattuk a város felfedezését, illetve a környéket a kis robogónkkal. Megnéztük, hogy mik találhatók, hogyha a tengerpart mentén követjük itt a fő utat. Nagyon jó kis meglepetésekre bukkantunk, de azért érdemes előtte a térképre egy pillantást vetni, hogy melyik irányba kell elindulnotok, vagy mit akartok megnézni. Úgyhogy mindenképpen javaslom ezt a robogóbérlést, szerencsére nem egy olyan drága mulatság, $50 fizettünk fejenként, és $700 kellett hagyni előregnek, amit aztán visszakaptunk egyből, amint a robogókat is visszaszállítottuk. Épségben nem vagyok annyira nagy robogós, talán látszik is rajtam, hogy elég hülyén nézek ki ebbe a szedbe, de hát ez van. Képes lesz ebben nyomni a tonhalas burger, tesó? Ekkora ez, hogy lennék képes? Egyszer. Na ez a jelenet, amikor átéltük, talán ez reprezentálja legjobban a szabadságérzetet, amit valaha láttam. Iszonyatosan jó volt ezt megélni, úgyhogy nézzük meg újra ezt a kis képjelenetet, légy szíves a kedvemért. Szóval ez most nem volt a világ leghosszabb videója, tudom, de igazából csak 2 napot töltöttünk Hágóban, és amit érdemes ilyenkor figyelembe venni, az az, hogy annyira iszonyatosan meleg van, hogy szét vagyok égve, egész nap izzadunk, mint egy hülye barom, szóval tényleg nagyon-nagyon meleg van. Napi 3 pólót cserélünk, nagyon durván folyik rólunk a víz, de mégis nagyon jól érezzük magunkat. A szörfözést mindenképpen próbáljátok ki. Annyira jó fejek a szörf oktatók, meg ezek a szörfös emberek ott. Én az egyikkel annyira komoly barátságot kötöttem, már adott nekem kristályokat, amiket a tengerből szeretném, mit tudom én. Viszonyatosan nagy élmény volt. Akkor is, hogyha nem tudtok szörfözni, vagy hogyha ez, azt gondoljátok, hogy ez nem nektek való, mindenképpen javasolnám, hogy egyszer fűzessetek be rá, mert egy életre szóló élmény, akkor is, hogyha esetleg aztán nem fog nektek tetszeni. Viszonylag kevés az esélye arra, hogy valami rosszul sül el, ott vannak veletek az oktatók, segítenek nektek, együtt szörföznek veletek, megmutatják, hogy mit hogy kell, meg ilyesmi. Ja, és azt még elfelejtettem mondani, hogy ha mentek esetleg valahova étterembe, Hágóba, akkor mindenképpen nézzetek meg így a Google értékeléseket, mert én amúgy minden nyaraláson meg szoktam nézni, hogy melyik étterem hány csillagot kap, és ezen a nyaraláson eddig még nem néztük meg, hanem csak mindig bementünk oda, ami tetszett, vagy így látványos volt, hát nem is ettünk jó pályákat. Vagyis, hogy igazán jó pályákat nem ettünk. A gyümölcsökben nem lehet csalódni, azok iszonyatosan jók, ha itt lesztek, egyetek nagyon sok gyümölcsöt, nagyon finomak, főleg az ananász. Szerintem az valami tesztoszteronon van, vagy nem tudom, hogy mit nyom az ananász, de az annyira komoly, hogy őrület. De az összes többi gyümölcs nagyon finom, úgyhogy maradjatok velünk, mert hamarosan folytatom ezt a kosztarikai sorozatot, ugyanis már közben itt vagyunk a tetováló táborban, meg a dzsungel közepén, meg mindenhol. Úgyhogy remélem, hogy hamarosan fel tudom tölteni a következő videót is, ami valószínűleg egy kicsit izgalmasabb lesz, mint ez. Úgyhogy addig is köszönöm a figyelmet, sziasztok! És gondoltam, még itt a videó végén megmutatom nektek, hogy néz ki egy valószínűleg Miami-ból érkezett turista Costa Ricába.